Szia! Az esküvői filmen összhangra törekszünk a szép, letisztult felvételek és az egyszeri, megismételhetetlen pillanatok között. Ezért ilyenkor a legnagyobb segítségünk az idő. Ma arról szeretnék beszélni, hogy miért fontos az, hogy a forgatókönyvet kicsit szellősebbre tervezzétek. Sokszor közbe jön valami előre nem várt esemény, ezért praktikus a készülődésre is bőven számolni időt. Én mindig azt mondom, hogy legalább egy plusz órát szánjatok bele. Ha végül is nem történik semmi, és megmarad nektek az a plusz egy óra, akkor van időtök lazítani, pezsgőzni egyet a csajokkal, vagy pálinkázni egyet a pasikkal. A polgári és az egyházi szertartásra a filmes kollégának minimum negyed órával, de inkább fél órával hamarabb kell érkeznie. Ez azért fontos, mert egyeztetnie kell a helyi szokásokat az atyával, illetve az anyakönyvvezetővel, hogy hol mozoghatunk, mi az, amit még szabad, mi az, ami már zavarja a szertartást. Fel kell őket portoznunk, helyszínről kell készíteni pár felvételt, illetve a vendégek, az érkező vendégeket is megörökítjük. Tudom, hogy a szertartáson nagyon izgultok, és nagyon szeretnétek már túl lenni rajta, azonban azt javaslom, hogy éljetek meg minden pillanatot, és mindent lassan csináljatok. Lassú legyen a bevonulás, lassú legyen a gyűrűhúzás, hosszú legyen az első csók, és hosszan ölelgessétek meg szüleiteket. Itt szeretném hangsúlyozni az egy helyszínes esküvő előnyét. Ha ugyanazon a helyszínen van a menyasszony és a vőlegény készülődése, ahol majd a polgári szertartás lesz, illetve az esti buli, ebben az esetben bőven van időnk feldolgozni mindent. Mi ott vagyunk veletek a készülődés alkalmával, ami 3-4 órát vesz igénybe. Viszont nem kell, hogy a készülődésről ennyi felvétel készüljön. Ebben az esetben ki tudunk menni, felvenni a bedekorált helyszínt, az épületet, van lehetőségünk felvenni a polgári szertartás helyszínét, illetve olyan dolgokat, amire nem lenne lehetőségünk, hogyha a vendégekkel egyszerre érkezünk a helyszínre. De persze, számotokra is nagyon fontos, hogyha nagy napon nem kell sokat utazni, vagy esetleg egyáltalán nem kell utazni. Mindig azt mondom, hogy minden autóban töltött perc az ablakon kidobott idő. Főleg, ha véletlenül dugóba keverednénk. Ha Budapesten tartjátok esküvőtöket, akkor érdemes megnézni, hogy arra a napra esik-e valamilyen nagyobb rendezvény, ami miatt lezárnak pár utcát, és ez esetleg akadályozna titeket és a vendégeiteket, hogy eljusson a szertartásra, vagy esetleg a buli helyszínére. Én azt tanácsolom nektek, hogy mielőtt elkezditek szervezni az esküvőt, gondoljátok végig, hogy egy-egy helyszín tényleg jelenten számotokra annyit, hogy emiatt ilyen sokat utazzatok. Gondolok itt arra, hogy van, hogy az esküvő helyszíne Budapest külső kerületeiben van, vagy esetleg Budapesten kívül, mégis a szertartás bent van a belvárosban. Vagy, hogy a lányos háznál készültök, ami mondjuk 40-50 kilométerre van az esküvő helyszínétől, ahol viszont a helyszín biztosít nektek egy szobát. Tényleg ragaszkodtok-e annyira a szülői házhoz, hogy ott költözködjetek, és nem mondjuk a helyszínen? Bízom benne, hogy mai bejegyzésemet is hasznosnak találtátok, és a forgatókönyv összeállításakor gondoltok ránk, hogy sajnos a nagy táskáink miatt mi egy kicsit körülményesebben mozgunk, és több időre van szükségünk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, várlak benneteket legközelebb is!